Nos, hát olyan 19 időt számoltam a rádiót, ami azért nem lesz egy rossz dolog. Viszont az a baj jön jelen pillanatban, hogy a szirupos hely az csak 4-ig van. Úgyhogy időben odaérjünk, ezért csak annyit fogok tenni, hogy most nem gyújtogatok be meg ilyenek, amúgy sincs már túlzottan fa, hanem feldobáljuk a szajrét, aztán megyünk is tovább. Hát ugye a fáim még nincsenek eléggé megnőve ahhoz, hogy be lehessen őket kötni. Viszont ja, na, gyere ide. Viszont hordót azt venni kell újat. Még egyet. Jó. Nem kell olyan sok hozzá. De azért az még messzebb van, hogy azt meg sikerüljön venni. Sajna bajna. Arról ne is beszéljünk, mert ahhoz még be kell kötni a cuccot. Ugye ezt már be lehetne pluszba rakni, de felesleges, tehát egyszerűen nem sikerül annyit termelni, hogy kifogjon az eredeti. Szóval max akkor sikerülne, hogyha ott állnék mellett a non-stop. Szóval egyelőre marad ez a felállás. Még hát ugye jön a tankoló is került. Aztán egyelőre így sok más érdekesség itt nem lesz, mert a bömösbe nem szeretném berakni a standard dolgokat, amiket itt lehet kapni, hanem most már akkor a performance megoldásokra kéne rámenni, amit meg ugye csak hát most így akkor úgy értelmezem, hogy ő akkor így hétvégén van kint a kis fekete kocsijával, így péntektől. Szóval egészen addig nagyon nincs mit csinálni, csak termelni a pénzt, mint a muszáj volna, illetve a szirupot. Ezt nem lehet rozsdamentesíteni. Nem tudom, mire akarom a rozsdamentesítőt elhasználni még, de elviszem. Lehet, hogy a bagit tudjuk. Esetleg. És akkor az majd jó lesz. De így ennyi. Egy kávé az nem árt néha. Szóval azt még viszek. De hát nagy vonalakban amíg nem sikerül újítani valamit, addig ennyi lesz. Jaj, még amit akartam kérdezni. Ha valaki tudja, hogy honnan lehetene esetleg hajót beszerezni, a szupi lenne. Hát már említettem, de most újra említem, mert mint említettem, még csak ma ment ki a 15-ös rész. Szóval mert úgy ért, hogy amikor ezt felveszem, akkor ment ki a 15-ös rész, és ez most már nem tudom, 18-19 lesz, szóval aztán ennyi. Jó lenne ezeket tudni, meg tudakolni. Na. Szóval addig így nagy vonalakban ennyi. Elkezdem a betakarítgatást. Mondjuk arra kíváncsi vagyok, hogy mennyi ezért lesz. Krumpli az még nem nőtt meg szerintem. Nem, ők még növegetnek szépen. Na jó. Eljutott oda a kis ültetvény, hogy 3 teli doboz van. Vagy mi ez? És és nem elég, mert még ott vannak. De akkor csináljuk. Nos, ugye most a helyzet, hogy ezt is majdnem tudod, lehet már még egyet csinálni. Van 3
Big pack. Plusz az apró. Ami még egy olyan 2, 4, 6, 7 csomagocska. Azért az úgy nem rossz, nem rossz, mondjuk úgy. Lassan ezek is szépen megnőnek. És valahol 70. Ezt a számot így látjátok, 73. Te jó Isten, hát hogy fogok én ennyit locsolni, de tényleg? Meg már hova ültetem? Ez a nagyobb kérdés. Hú, anyám. Na, lássuk ezt a 73-at. Hogy most mennyi hely is van. És hát ugye még ott van az a kettő, amit még nem sikerült ki szedni, mert még nem lőttek meg eléggé. Attól tartok, hogy még így is keveset sikerült ásni. Pedig azért lett ide egy pár vakon túrás. Nem, elég lett. Jó, 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 ez így. Egyelőre oké, okay, de... Ja. Na, hát viszont az azt jelenti, hogy ha már ennyi tudsz összejött, hogy az alsóngon 1500 plusz az apró, amit ugye azért adnak. A kis dobozok. És akkor még a bevételi listába nem vettem bele a gyorsan akartam mondani. Nem vettem bele azt, hogy még majd szirupot el fogunk adni. Meg mit nem vettem még bele? Meg azt a temérdek rádiót, ami itt van. Szóval... lesz itt pénz lóvéra. Azt mondom, hogy lesz bőséggel. Nagy pack, mondjuk a big packet lehet, hogy egyet elhagytam valahol. Nem is tudom, hogy hányat tettem be, de... azt szerint most nem látok egy darabot se. Hát ez lehet, hogy valahol kibugolt. Aminek most így hirtelen annyira nem örülök, de... mindegy, majd meglátjuk. Azt a rohadt 14-6. És úgy, hogy azért ebben is volt baki. De... ez már idő. Ez így már nem rossz. Nos, hát... itt sikerült elhagyni a big pack-eket. Meg egy-két mást is. Szóval... annyira nem zár jól a mi kis csomagtartónk, mint amennyire kellene. Ez viszont azt jelenti, hogy még egy pici pénzt még össze tudunk eszkábálni. Reméljük senki nem lopja el az autót, amíg futok egyet. Mondjuk azért ennél egy kicsit gyorsabb futást is el tudnék képzelni. Főleg egy zsákfűvel a kezembe. Na hát még olyan 2000 dollárnyira vagyunk az Osmosis-tól. Szóval ez még nem most lesz sajnos, hogy ez meglegyen. A rádiókkal eléggé közel kerültem volna hozzá, de így nem. Sajnos. Ebben már megint későn sikerült lefeküdni, aztán versenyt futunk az idővel, mert hogy hát ugye fél egy lesz, és a szirupos csóka az csak 4-ig dolgozik, idézélesen csak. Ki most már big pack nem kell, most már hogyha beszünk vele, akkor lesz valami. Elvileg. Remélem. Cseh!
Elvileg egy levegő kompresszort azt telepített a mi garázsunkba. Na hát, hogyha visszaérünk, akkor erre kíváncsi leszek. Most mindenekelőtt szirupolni kell. Hát azért a time management egész jól sikerült, annak ellenére, hogy kicsit paráztam, de egy óra van és itt vagyunk. Ilyen szépen bedobtam. Vagyni. Na. Az a helyzet, még mindig nincs pénz a ozmózisra, én pedig erre pályázok. Ez jó lenne, hogyha lenne. Szevasz. Vele a... ez a barátság pont, ez egyelőre nem tudom, hogy mire lesz jó, ha egyszer jó lesz. De hát valamire majd csak használható lesz. Ha valaki tudja, akkor mondja meg, mert fogalmam nincs erről. Egyébként, amíg elkocsikázok oda, addig egy gyors kérdés hozzátok. Mit szeretnétek, vagy hogy mi tetszik jobban? Az, hogyha jobban félre van, vagy meg van vágva a egy-egy videó? Vagy az, hogyha így ilyen hosszabb utazások, akár szövegeléssel, akár bármivel, tehát hogy úgy általánosan tetszik az, ahogy meg vannak csinálva, vagy szeretnétek egy kicsit más, hogy még próbálom kitapasztalni, hogy az igazi, de még nem vagyok benne biztos, hogy sikerült. Csá! Everything's good, thank you. Na, igen, erre gondoltam, hogy egy pár ilyen az kelleni fog, és akkor ezeket berakjuk hátra. Azt még nem teljesen tudom, hogy mit lehet velük állítani. Szerintem a keménysége, de az majd kiderül. Front arm. Uh-huh. Igen, a izékat, azokat kicseréljük, a stabilizátorokat mindenképp. Elsőt, hátsót. Na most ugye, itt egy kicsikét most bevásárolok, azt aláírom. Viszont... amit hozzá akarnék tenni... hogy... megpróbálom úgy kipróbálni, hogy... de mi hozhatja a legtöbb... legtöbbet, hogy egyszerre csak egyet rakok föl. Metallic. Ó, anyám! Mindegy, ezt nem akartam, mert ezt nem feltétlen kéne. Na, szóval megpróbálom úgy megcsinálni, hogy egyszerre csak egy pár dolgot teszek föl, tehát mondjuk így elsőnek a... ugye elő már van kettő sport, így most hátulra fölteszem majd ezeket, aztán megyek egy versenyt megnézni, hogy mit tud. És így tovább, és így tovább. Aztán meglátjuk, hogy mi hozza a legtöbb változást az autó életébe, mert most így azért a turbóval eléggé bika még. Hát nagyobb súlycsökkentést egyelőre nem szeretnék, úgy döntöttem, hogy az még marad. Viszont így már hát egészen patika lesz a Verda, azt kell mondjam. Nitro van benne, ezeket nem veszek, ez se kell. Karbon már megvan. Jó, ugye ez nem ennyi. Ezt nem lehetünk szerelgetni. Nem hagytunk el semmit. Isten igazából azt számolgatom, hogy most azért hogy elköltöttünk egy nagyobb mennyiségű pénzt. Viszont ha tényleg 10 000 környékén jön majd anyag, akkor nem minősül túl soknak végső soron. Édesem, itthon vagyok. Na, ledobálunk mindent. Mondom, ledobálunk mindent. Mert végső soron előbb-utóbb minden kell majd. Úgy fest, hogy már kézzel is lehet állítgatni a dolgokat. Jó,
Azok itt még csak nagyon növegető státuszukat élik. Ők meg itt már nem. Jó. Most úgy nagyon többet nem akarok vele csinálni. Na, azt mondja, hogy... arról volt szó, hogy előbb már bent vannak a sportcuccok, így a hátsókat kéne kieszkábálni a helyéről. Oké. Jó. Nem is vettem észre. Erről beszélt. Mi ez? Impact gun. Tire inflator. Aha. 35-ön voltak. És akkor így gyorsabban lehet bele pumpálni, mint a sima pumpával. Visszaengedem 35-re, mert ugye az volt a legutóbbi beállítás. Oké. Ezek meg kereken 50-en voltak. Jó. És az Impact Gunnal meg... Tanítom, hogy... Ó! Ó! Ez egy picit gyorsabb. Hogy érzem, megéri Francis-szel jóba lenni? Mondjuk úgy. Egyni. Az az a baj, hogy... Nem nagyon lehet majd idehozni. Elvileg a következő frissítésben már jön valami emelő szerkezet, amit én kimondhatatlanul várok, mert ez a jelenlegi megoldás egy kicsikét, nem mondom, hogy kritikán aludi, de hasonló. Lássuk, lehet ezt használni ezével együtt, vajon? Aha. Lehet. Zsír. Jó, másikat is. Egy. Akkor kiszedtünk egyet. Elvileg ez már teljesen puka. Szóval, hogy Isten igazából ennél bármi jobb lett volna. Kicsit megült a Verda. De csak egy icipicit. Most meghatározott oldalra van, vagy ez csak... Elvileg nem. Jó. Nem mindig lehet olyan könnyen eltalálni a építési pontot. Így. Még így is azért eléggé, hát hogy is mondjam. Meg van ülve. Ez tényleg gyorsabb. Jóval. Na, lássuk a medvét. Úgy érzem, hogy az egy jó tanács, hogy minél előbb érjétek el Francis-szel ezt a szintet. És itt alul két csavar volt, ha jól dereng. Oké. Na. Azt mondja, hogy Bump Force. Rebound Force. Keményre állítjuk az egészet. 5-ök 40-re. Mind a két oldalt. Oké. Jó. Ezzel mit lehet állítani? Helyt. Meg lejjebb vesszük. Mondjuk most így az a baj, hogy a felső, mint az előső része lesz feljebb, ami annyira nem
Nem oké. De mindegy. Jó, igen, ez így most egy kicsit ül. Icipicit. De semmi extra. Jó, egy kicsit ezt arrébb visszük. Majd egyszer lesz olyan rész, ahol ugye a két rész között elrendezem a dolgokat. Nem értem le, hogy ez mennyi, de azt írja, hogy blown. Tudod, az már kicsikét ki van. Csak egy kicsi kört megyünk. Kíváncsi vagyok rá. Jó, hát az még nem biztos, hogy teljes mértékben jó dolgot sikerült véghez vinni. Ez az átalakítással. De... meglássuk. Na hát, Isten igazából erről fog szólni ez a hétvége, hogy... De most fölraktuk a hátulra az új lengéscsillapítókat. Aztán a következő nap fölrakjuk az új stabilizátorokat, aztán meg a állítható, hát mik ezek a, ugye árnak hívják, de nem tudom most így hirtelen a magyar megfelelőjét, szóval azokat. És akkor meglátjuk, hogy mégis mi lesz a helyzet a kis megoldással. Nem lett tele, azt kell mondjam. Nem lett tele. És hogy állnak a kis fáink? 92, lassan megnőnek. Viszont azon filóztam, hogy valahogy ki kéne jelölni a terepet, hogy mégis hol legyenek fák és hol ne legyenek fák. Mármint olyan értelemben, hogy ez most itt így nagyon össze-vissza vannak ilyen kisebb csomópontok. És ez így annyira nem könnyen kezelhető. Mert ott ugye eljön erre, akkor itt van a vége, elmegy arra, ott van egy kis fak, ahol elmegy, ott van egy, ami elmegy hátra a ház felé, van egy, ami lemegy a partra, és az ott elmegy jobbra-balra. Szóval valahogy ezt így egy kicsit összpontosítani kéne. Meg hát több fát, minél több, annál jobb. Most 112-nél vagyunk. Ennél azért valószínűleg tudnánk jobbat csinálni. És így ennyi. No, és jó, megpakoltam azért a tüzet. Még egyet szerintem rádobok, aztán elhúzzuk a csíkot a városba. Azt kell mondjam, úgy érzem, hogy az irányíthatóság az javult. Azt még nem tudom, hogy ez is javult-e. Ez a vás készség. Itt a csávó. Itt van, zsír. Először eladunk. A helyzet, hogy szeretnék versengeni. Szóval ezt még elpasszoljuk. Aztán beszélek a srácokkal. Aztán egy gyors kört letolunk. Igen, szeretnék. 14.06 van. Ugye az volt az eddigi rekord. Megpróbáljuk megdönteni. Érzem, hogy a kettesben való indulás sem lesz a legbiztosabb dolog. Sikerült megdönteni a rekordot, de kezelhetőbb nem lett az autó egyáltalán. Hopp, ott valamit elhagytunk. Egy rádió, az drága budi. Ilyenkor itt megáll és kész. És majd innen fog elteleportálódni. Akkor nem kettőkor van vége. Akkor még megpróbáltunk eladni valamit.
Kis füvecskét esetleg valaki. Van ilyenem. Tessék, szívesen, tiéd lehet. Neki a pipityülőjére kell tenni. Szívesen. Jó, zsír. Na, akkor lehet, hogy még egy ezért is van idő elpasszantolni. Éppen, hogy 12.500-unk lett. Ez így azért már nem egy rossz pénz. No de. Amit reméltem ettől a módosítástól, az nem valósult meg. Nem lett sokkal kezelhetőbb az autó, sőt. Nem igazán érzem azt, hogy indulásban bármivel jobb lenne.